Az Őrkő Kalák a szeptember 29-én rajtolt kezdeményezője a gyulafehérvári Caritas, a szervezésbe társult a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat és az Amenka Roma Egyesület. A közmunka egy bankcsoport által kiírt pályázat útján jött létre. Az akcióba több Sepsiszentgyörgyön működő civil szervezet önkéntese is bekapcsolódott. Az Őrkő bejáratának nevezhető zöld övezetben egy játszóteret építenek, ahol 4 szakember vigyázza és koordinálja a romák munkáját. A gyerekek szájtátva figyelik, hogy végre nekik is lesz egy igazi játszóterük. Időközben különös látogatók érkeznek a tettek színhelyére, ellenőrizni a munkamenetét. Pozitív változás észlelhető a több mint 2000 lelket számláló roma telepen. A lakók örülnek a modernizálásnak. Így nem verekednek, nem húzakodnak. És így tudják, hogy van, tudnak játszódni, nem mennek le a partokba. Az Őrkőn dolgozó önkéntesek száma meghaladta csütörtökig a 200-at. 4 vízcsap van ide fenn, majdnem 2000 embernek, és nem higiénikus körülmények között használják az emberek egyértelműen. Tehát ugyanott isznak, ugyanott mossák a szőnyeget, a gyerekek mosakodnak, egyetlen egy vízcsapnál. Fő céljuk külön választani a vízcsapokat, ahol külön lehet a lovakat itatni, külön a ruhákat mosni és külön fogyasztásra is használni. A Kaláka október 5-ig tart, ez idő alatt felépül a játszótér, befejeződik a közösségi ház és iskola felújítása, és a vízcsapok is elkészülnek.